oktatásilag a képviselőt az iskolában, amit mindig egy kicsit rendhagyó módon szoktunk megtartani. Most végrendhagyóbb lesz, mint máskor szokott, hiszen először nagy-nagy figyelmet kérek, iskola gyűléssel kezdünk, úgyhogy én át is adom a szót azoknak a tanároknak, akik szeretnének nektek valamit mondani. Szeretettel köszöntelek benneteket, és a Matematika Munkaközösség nevében szeretnék beszámolni a november végén Tiszaföldvári Városi Matematika Versenyen elért eredményeinkről. 19 tanulóval utaztunk Tiszaföldvárra utolsó pénteki napunkon, és a körülbelül 260 résztvevő volt, évfolyamonként olyan 40-50 fővel indultak a környék iskoláiból. Meg szeretném említeni a következő tanulók nevét, akik tisztességes eredményt értek el. Sajnos sok levelet Tiszaföldváron nem kaptak, de itt tőletek fognak kapni egy nagy tapsot majd. Harmadik osztályból Zsombik Miklós 12. lett. Negyedik osztály Sebestyén László 12. Ötödik osztályosoknál Beke Péter 7. Tóth László 13. Hatodik osztályosoknál Kulik Csaba 10. Bencse János 11. A 7. osztályosok közül szintén tapsot érdemel Bella Bernadett, aki 11. Ezek azok a tanulók, akik kiemelten szerepeltek, a többiek tisztességesen részt vettek a versenyen. Egy tanulók van, akinek viszont a Tiszaföldváros oklevelt is biztosított, ezt majd mindjárt elgetanáról mondja el. További jó versenyt és kívánok minden matematikát szerető tanulónak. Kedves tanulók, kedves szülők, kedves munkatársak! Engedjétek meg, hogy ezen a gyönyörű napon miért gyönyörű? Kezdődik a szünet! Ezen a gyönyörű napon köszöntselek benneteket, külön is a szülőket, akik vették a fáradtságot, és majd egy kis megvendégelésre fognak benneteket részesíteni. Folytatnánk tovább, ahol Hegedűs tanárnéni abba hagyta, és azon tanulóknak, akik a felsoroltakon kívül még eredményesebben szerepeltek, igazgatói dicséreteket szeretnék átadni. Elsőként Beke Péternek, aki a Jászlóvilág művészeti Bata Hajnalkának, aki szintén Deli Petrának, szintén a Jászlóvilág személy szerepelt a magasló eredménye. Bella Bernadettnek, és végül, de nem utolsó sorban, Bódi Szilviának, aki a Tiszaföldvári Városi Matematika versenyen szerepel igen szépen, és a Tiszaföldvári Városi Önkormányzattól kapta ezt a könyvet is. Gratulálok! Ahhoz, hogy ilyen remekül szerepeltek egyes tanulóink a különböző versenyeken, igen alaposan fel kellett készülni, időt kellett rá szentelni. Ti ezt megtettétek, de valakik még kellettek hozzá. Ezek pedig a nevelőinknek voltak, és hagyd ragadjam meg az alkalmat, hogy itt az iskola egész tanulóközössége előtt köszönjem meg azon kartársainak a munkáját, fáradozását,
akik a felkészítésben részt vettek és időt töltöttek veletek. Nagyon remekül tapsoltatok, és most szóljon egy záporozó taps a nevelőknek is. Kedves tanuló, kedves kollégák, a négy tanuló, aki igazgatói dicséretet kapott a JASZ művészeti szerepléshez, szeretnék két-három szót szólni róla. Ez a verseny, ez a bemutató 1800 tanulót mozgósított meg a megyében. Öt helyen volt előzetes selejtező, mi Kunszentmártonban vettünk részt 28 tanulóval a selejtezőn. Hála Istennek, négy tanulónkat a zsűri bejutatott a Martin megrendezett döntőbe, ahol 400-an szerepeltek. Ez a 400, ez azt jelenti, hogy körülbelül 70 műsorszám volt. November 20-a körül reggel 9-kor kezdődött a verseny, és este 10 órára volt vége. Hogy milyen nagy jelentőségű a ti és a nevelőitek munkája, azt mondjam el, hogy nagyon sok helyről egy vagy egy tanuló sem jutott be ebbe a döntőbe. Már az is nagyon szép eredmény, hogy négyen bejutottak. A versenyzők kik is voltak? Általános iskolás tanulók, mint ti, városi iskolák, jó felszereltséggel, ének, zenetagos iskolák, tagozatos iskolák, hatosztályos gimnázium tanulói és középiskolások versenytek. Az az igazság, hogy szenzációs műsor volt, nagyszerűen megszervezett, hogy mennyire, hadd mondjam el, hogy azon tanulók, akik itt részt vettek, a község polgármesterei is ott voltak majdnem végig. Ők adták át a külön díjakat, nívódíjakat. Külön hadd mondjam meg, hogy ez a négy tanuló, akiknek itt tapsoltatok, egy közülük, Bata Hajnalka nívódíjat kapott. Ehhez hasonló sikert kívánok mindannyiótoknak, ki sportból, ki számítástechnikából, ki versmondásból, ki így tehetsége szerint. Kellemes ünnepeket kívánok! Kedves gyerekek! Egy csodálatos ünnep közeleg, valamennyien érezzük már a fenyők illatát itt a levegőben, hiszen itt is teremben. Mit mond a költő a karácsonyról? Kedves, tiszta ünnep, ragyogó karácsony, nincs áldottabb ünnep nálad a világon. Azt hiszem, valamennyien egyetérthetünk ezekkel a szavakkal, tudjuk, hogy a karácsony a szeretet, a béke, az ajándékozás ünnepe. Ajándékot készítettünk mi is, sok-sok kisgyerek, sok-sok kisgyereknek. Kérlek benneteket, hogy fogadjátok társaink ajándékát nagy-nagy szeretettel. Az első műsorszámunk az alsó tanulatos énekkar műsora lesz, Kisnéni Széla Rékó tanárnéni vezetésével.
Köszönjük szépen, most már tényleg igazi karácsonyi hangulat lenne a teremben, és a következő ajándékcsomagot a második osztályosok készítették nektek, Barkányi Saruniek, Bucsi Lászlóni és Kisnéki Örgyúr Magányi segítségével. Őket is fogadják a nagy-nagy szeretettel. Lakik a Jézus Krisztus, menj hát király a nevem,
Segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vén papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország, Gáspárból még a féle, földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból, főtt kolbászunk minden fogyott, fényes csizmát is megrogyott, köztünk aranyat, hat marékkal, tömjén egész vas fazékkal, én vagyok a boldizsár, aki szerecsen király. Virul, virul, Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnyel száporán át, alig látja Jézuskáját, a sok pásztor, mint muzsikál, meg is kéne szoktatni már. Kedves hárnyi királyom, jó éjszakát kívánok! Csanádi Imre karácsony fája, a karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép. Nem is sárga latyakba, ropog a hó alatta, hegyek hátán zöld fejű, kis madárnak pihenő. Búcsúzik a madártól, őszikétől elváltott. Befegődik beácsok, szép kalácsok fájának, derék kavát lelázza, álcsillogva sziklázva. Ahány csengő csendüljön, ahány gyerek örüljön, ahány gyertya mindégyen, karácsony szépségben. Itt van a szép karácsony, élünk jó kis karácsony, ne
hátulós varázsillatot, üzemeljük egy kicsit, egy kis zenét. Két kislány fog ezt a kuborán játszani, valamint a kaurás és katona szírműket. Fogadják a szöget és nagyon szeretettel. Aki is tűzhely körül. A karácsonyi ünnepi
nálunk Magyarországon a 19. század 40-es, 50-es éveiben a városokban állítottak fel először karácsonyfát a németországi, illetve a bécsi udvari szokásokat követten. Ez is esélyben szállt a karácsony. Kányba szúrt a hóesésű, a lámpafény aranyra barátok, a kockapörök őzöl a telső. Kik messze voltak, most mind összejöttek. A percet édes szóval ütni el, míg a tél a megfagyott mezőket harcolja éles, kék-kék körülbel. Csendő hangot,
kis harangban. Lobogtak a színes gyertyák, csillagszórók gyúltak sorra, illetős fenyőfából, örömhúzó karácsonyfa. Thank you.
Karácsony Jézus tanárnéni, Bárga Irénke tanárnéni, és Antus János tanárnéni is. Akik összeállították, azok pedig az 5. és 6. osztályos tanulói. Fogadjátok ezt a csomagot is, nagy-nagy szeretettel.
tanulóinak, osztályfőnökének és a szülőknek, akik voltak olyan kedvesek, hogy ezt a szép fenyőt ide varázsolták nekünk, nem a kis szobában, hanem ez a hatalmas torna szerepben. A karácsonyfa alatt van még néhány ajándékcsomag, de én bízom benne, nektek van türelmetek még kibontani ezeket. Most egy ráadás ajándékcsomag érkezett a negyedik B-osztályosok kedves kis műsora Hegyesné Gyurka néni vezetésével. Akármilyen messze laktok, mégis belátok oda.
múltkor, mit láttam nagy könyvembe, minden este beírom, megtelt könyvem sok-sok lapja, s elfogyott a papírom. Tudjátok, hogy rádiónak a világon várja nincs? Csöndet vélek palotámba, valóságos drága kincs. Ha gyermekek énekelnek, a szívemhez él a dal, s úgy érzem, nem vagyok én, hanem újra fiatal. Tip-top, körbejárok az üveget tetején, amikor a messzeségből még darutok száll fenni. Ha a táncba elfáradok, megfödröc bajuszom, bebújok a hóágyamba, mutózkodom, aluszom. Mikor aztán felébredek, ajándékot keresek, piros almát, arangyót, fekete már szemeket. Feneketlen zsákon mélyén citromnarancsot akar, hozzátok szét keresztenként, veszekedni nem szabad. Kedvetekért érzőre is fejtelem zsákomat, ezer évig megtartom, végezt a jó szokásomat. Búcsúzód, taholjatok, mintegessen kezetek. Hosszárvasom az udvaron, jelentett elege. Holnap már a mesehegyről tekint ide télapok. Küldjek erre hófelhőket, örültök a hullahók. Fissinesek példunkban, kutatások piros, attól lesz majd jobb az étvár, és az arcotok szép piros. Na most rajta repülj szállunk, hosszabbas az hullahók. Kisgyerekek, jó étvárja van mindenkinek. Thank you.
szerencsét küldöttek én, vállalt az vég a sorsod, mert rángolult a hosszú ég, mert fényt reményt kioltott. Ott hagytad régi otthonod, fegyél barátkodásod, az erdőgyantás illata, bezárt szobámban szárcsa, a tághatárok álma is. Ágattad így a fészkel, addig halódó illatod, háj hát az ében fészkel. A szív és élet is te vagy, és ameddig ágat zöldel, betölt az otthon szíve, békességes csendel. Itt van a szép karácsony, itt van a szép vég karácsony, élünk jó és kalácsony. Mennyi finom csemege, kicsi szíved remege, karácsonyk a minden ága, csillog-villog csupa drága, szép mennyei üzenet, kis Jézuska született. Jó gyermekek mind örülnek, kájha mellett körben ülnek, aranymese állítat, minden szívet állítat, pásztorját szépen bejönnek, és kártanak a rákészülnek a családra. Kuda népe énekük csodaszép, tiszt öröm tüzelték, a szemeken harangjáték szól. Éppéli üzenet, kis Jézuska született. Thank you.
biztosan nekem készítették a barátaim, akkor pedig várok is rá, megkóstolom. Milyen finom, egészen átmelegít, de vajon hol lehetne? Szeretném már látadni az ajándékokat. Megyek, hívom Sampuszt, a Krampuszt, fehízőtársamat. Sampuszt, Sampuszt, merre vagy? Sziasztok! Jövőre találkozunk, addigra én is megjavulok, de ti is jók legyetek át! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
olyan szép, amit a hittanos tanulók készítettek, Szarvasandrás Eszteres úr és Varga Tamás Kátor úr segítségével. Kérlek benneteket, hogy fogadjátok a pásztorjátékot nagy-nagy szeretettel. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm az igazgató bácsi tanárnéniket, tanárokat, titeket is, kedvelt gyerekek. Jézus születésének a történetét fogjuk előadni. Nagyobbak már láthatták, kis elsősök pedig itt fogják most először látni. Szeretettel köszöntünk benneteket. Arra kérlek, hogy ha lehet, legyetek csendben, mert ugye azért nagy a tornaterem, elnyeli a hangot, és akkor nem fogják érteni, hogy mit mondanak a szeretők. A keresztény világ, ami Urunk Jézus Krisztus születését ünnepli. Az Adventben, ez a karácsony előtti idő, 4 héten át készültünk a megváltó születésére, ahogy a világ is mintegy 4000 évig várt arra, hogy elküldje Isten a megváltót. A világban az idő múlásával egyre jobban elhatalmasodott a bűn, nyomában egyre több lett a szenvedés is. Ezért a jók lelkében egyre nagyobb erővel tölt fel a vágy a megváltó után. Oh,
áldott emberei, a próféták vigasztalták a szenvedőket, és élesztették az emberekben a reményt, hogy teljesedik az isteni ígéret, eljön a megígért megváltó. De ebrakai Betlehem, kicsin vagy ugyan Juda, jelentős városai között mégis belőle fog származni, aki megmenti népünket. Ő lesz a béke fejedelme. Neve Emmanuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten. Bízzál Isten népe, eljön a megváltó, szülni fog a szűz, akkor majd a kartok ekavasokkal olvadnak, és béke lesz a földön. Bízzál Isten népe, hűséges az Isten, teljesíti, amit ígér. Názáretben élt József és Mász és Jegyese Mária, mindketten Dávid városából származtak. Mária és József családjukból örökölték mély hitüket. Ismerték a prófétai írásokat is. Mária különösen sokat imádkozott. Látta maga körül a sok bűnt, gonoszságot és szenvedést. Ő is kérte Isten, hogy küldje el már a megváltót. Magasságbeli Úr, néped gondviselő Istene, feléd száll a földről az alázatosok imája. Megígérted, hogy eljön a Messiás. Küld el már, akit úgy hív, úgy vár a világ. Üdvözlégy Mária, Isten kedves választottja. Gábor angyal vagyok, az Úr küldött hozzád, hogy elmondjam a jó hírt. Isten meghallgatta a jó, éves számomjáig. Félek tőled, jó angyal, megrettenek égi fényektől. Ne félj, Mária, Isten követe vagyok. Az Úr üzeni, hogy téged választott ki arra, hogy a megváltó föld édesanyja légy. Választ el minden az Úrnak. Ki vagyok én, hogy engem választott ki az Úr? Vannak nálam erre sokkal méltóbbak is. Különben is helyes vagyok Józsefnek, az ácsnak. Hogyan fog ez történni? Leszáll rá a Szentlélek, és megernék, hogy magasságot nyereje. Az Úr hatalmas és mindenható. Egyedül ő tudja, hogy mit, mikor és mire választott. Felej bátran, és én boldogan hiszem választ az Évre. Tudom, hogy szegény, és utolsó vagyok Izrael leányai között, de ha engem választott ki az Úr, legyen meg szent akarata. Válaszod igen, ez öröm lesz az égben, és áldás a földben. Emlékezzünk szavaimra minden nemzedék. Légy áldott, Isten szolgálója, és az Úr legyen veled. Zsidország ekkor a hatalmas római birodalom egyik keleti tartománya volt. Augustus császár ült a trónon, népszámlálást rendelt el, és kihirdették az egész birodalomban. Én, Augustus, a birodalom császára elrendelem, hogy a birodalom egész területén, annak minden tartományában népszámlálást tartassék. Mindenkinek a szülővárosába kell részt venni a népszámlálásra. Ez a rendelet kötelező a birodalom összes lakosára. Ez császári parancs. Drága jegyesem, egész nap benn dolgoztam a városban, ma hirdették ki a fűtéren, hogy Augustus császár népszámlálást rendelt el. Nekünk is Betlehembe kell mennünk, és ott kell jelentkeznünk a népszámlálóknak. Elég nagy a hatalma, hogy rendelkezzen. Engedelmeskedünk el a parancsnak, mert különben bajkozunk magunknak. Pedig tudod már, milyen kicsi idő van a gyermek megszületéséig. Igazad van. Mit tegyünk most? Hogy induljunk el? Az Úr kezében van sorsunk, életünk. Elkészülünk és útra kerülünk. Az Úr soha nem hagyott el bennünket, velünk lesz az úton is. Ő soha nem hagyja el a benne bízókat. Jól mondod, Mária, az Úr soha nem hagyott el bennünket, ha meg is próbáld. Miért ne bíznánk benne éppen most, amikor Szent Fiát hordod a szíved alatt? Elindulunk és velünk lesz az út. Yeah.
Betlehem pusztájában, az éjszakában pásztorok őrzik nyájukat. A pásztorok, akik mindig együtt vannak a nyájukkal. Furcsa ez a világ, nagyon furcsa. Mit gondolkozol, öregkodj és óvartozom? A világ sorsán gondolkodom. Hosszúak a nyár mellett a nappalok és az éjszakák. Az embernek meg azért van feje, hogy gondolkozzon. Hát ebben igazad van. Én is sokszor elgondolkoztam, Én a világ során. Mennyi ember van a világon? Sok a gazdag és még több a szegény. Sok a jó ember, de sok a rossz is. A végén meg egyformán meghal mindenki. Igazságra! Bizony ezzel már én is sokszor elgondolkoztam, hogy milyen jó, hogy sok gazdagnak, a szegényeknek megvenni kell szenvedni. Tudod, nem régen fent voltam Jeruzsálemben a üzleteken. Sok emberrel beszélgettek. Mindenki azt mondogatja, hogy a profétai írások szerint el kell már jönni a megváltónak. Azt mondogatják, hogy közel az idő. Bárcsak úgy lenne, bárcsak eljön a vála megváltó. Örömmel készítették a megváltó. Hát ezen gondolkodta a most is. Nem megy ki a fejemből ez a gondolat. De hallod-e? Kár is beszélni erről egy. Úgysem alszunk, inkább imádkozzunk, hogy jöjjön el már a Messiás. Most, amikor csend és béke borul a világra, most, amikor békesség van az egész birodalomban, most, amikor betelt az idő, megfasad az ég, fényárasztja el a betlehemi éjszakát, angyalének csendő, mert megszületett a barmok istálójában Krisztus, a megváltó, az Isten fia. Mária bepójálja és jászolva fekszteti. Hallják az angyali éneket. A rendkívüli jelenség félelemmel tölti el őket. Egyszer csak angyalok állnak előttük, bátorítják őket, és így szólnak hozzá. Ne féljetek, jó pásztorok! Nagy örömet hirdetünk nektek és az egész népnek. Most született meg megváltó Krisztus, az Isten fia, Dávid városában Betlehemben. Menjetek, boruljatok le előtte. Ez lesz nektek a jel. Találok egy gyászolva fekete, megfújják gyermeke, de ő az Isten fia. Így
török útra kellek, hogy megkeressék azt, akit vártak, akit az angyalok jelentettek. Megtalálták a jászolóban fekvő tizedet, nem kételkedtek, nem volt nekik üdös az istálló. Hittek, hittel borultak le a messiás előtt, és így köszöntötték. Tébe. Kéri Péter ragyogásban, jöttünk hozzád világságban, kicsi Jézus, hogy imádjuk, és előtted leborulunk. Boldogságozott bennünket, ezt tölti be a szívünket, érkezésed szent öröme, alig fér be a szívünket. Sok éve már megszülettem, kint a pusztán istállóban. Szívem, szemem, sír és nevet, ez a sócsütöttes neked, pásztor lettem. Kint a pusztán kelt életem, báránykáim, mondja baja, szívem, öröme, bárkod. Népen is jó pásztor, emberek pásztor. Sorsokat, boldogságot elvezetünk, Uram. Igaz öreg bárány vagyok, elmúlt sok éven soha, fogadj első bárányomnak, pásztor, pásztor. Kicsit pásztor vagyok, alig használhatok, de azért majd később, sokra lehetek jó. Ha majd pásztor leszel, sem tudsz engemet, hívd csak, hozzá azonnal elmegyek. Nem kérhetem a tőlem semmi oly nehezet, amit neked Jézus, én majd menni. Hűtársad leszek én, segítő mindenben, fogadja engem is egy kicsi szívemben. Nem vagyok még. Nem vagyok még öreg, gyermes vagyok már, életem napja, talán még a delénál. Látom én, ez is már az életemben, szükség van rá, nagyon sokat már éreztem. Ember szívem, hozzá végén, boldogságot, na uram, ne sárkám, Nézd el, hogy a pásztorok örömmel borultak le Jézus előtt. Ők voltak első imádói a világ megváltójának. Most így borulunk fel életben mindnyájan a jászol elé, és úgy, hogy köszöntsük a közénk érkezett megváltót az Isten fiát. Yeah.
király indult útnak a fényes csillagnyomán, hogy megkeressék őt, akit a csillag jelzett neki. Jeruzsálembe érve eltűnt előjük a csillag, amely eddig vezette őket. Úgy gondolták, hogy az új királyt a királyi palotában kell keresni. Heródes király palotájába mentek, és ott édezősködtek az újszülött király után. Megtudták, hogy Betlehembe kell menniük, mert a próféták írásai szerint ott kell a messiásnak születnie. A bölcsek elindultak Jeruzsálemből Betlehem felé. Újra megjelent előttük a csillag, fénye elvezette őket egészen a gyermekük. Leborultak előtte, és így köszöntötték. Te vagy Izrael királyom, ne vezed el a világ bűneit. Nem tudtuk, hogy hol keresünk, de végül is rád találtunk. Nem így születhettél volna másunk, csak istállóban. Így hát mindenki eljött hozzád, gömjét hoztam, illatozni és neked uram. Aranyat hoztam, királyi uralkodásokhoz, király leszel, még pedig a legnagyobb királya. A királyi királya fogadkozolatot, legnagyobb király. Miért hát hoztam neked, uram, ez a legnagyobb fűszere keletre. De a legkesőbb nyitjuk, igaz, szózom is Herodes ez alatt türelemetlenül váramozott, de gyilkolásra készen, mert nem tűnt meg új király országában. Azonban az angyal figyelmeztette Józsefet, és elmenekült Máriával és a gyermekkel Egyiptomban, mindaddig, amíg Herodes király meg nem halt. Mennyből az angyal mindannyian énekelni, jó? A kezdi Kántor bácsi bejárt.